Hello srácok, én nem vagyok, ez fog itt egy újabb Tarkov hírek videó, és ahogy a címből is láthatjátok, ebben a videóban több lesz a negatív dolog, mint a pozitív, de először kezdjük a jó dolgokkal, hogy tényleg mitől is jó ez a 0.14-es patch és a mostani vibe-unk. A 0.14-es patchben rengeteg sok dolgot kaptunk, erről amúgy a korábbi videómban bővebben beszélek, itt gyorsan ugorjuk át a pontokat, hogy tényleg mi hogy működik. Tehát ugye megkaptuk Ground Zero-t, ami level 20-ig elérhető a playerek számára, a BSG berakott egy 15-20-as cappet is, tehát egyszer bemehetsz Ground Zero-ra 0 és 15 között, és utána 15 és 20 között tudsz bemenni. Azt viszont le kell szögezni, hogy ha új player vagy, és a Ground Zero elvileg neked készült pálya, akkor lehet, hogy rohadtul el fog menni a kedved az egész játéktól, mert egyszerűen nagyon sok player éled nagyon pici helyre, és folyamatosan kempelés van és szopatás. Talán még vibe elején, mikor az emberek nem ismerték a pályát se, akkor gyorsan meg lehetett csinálni a küldetéseket, de most per pill csak az, hogy te vidd ki a kocsit, és hogyha például egyedül játszol, és már csak az a küldetésed, hogy vidd ki a kocsit egyszer, akkor lehet, hogy az örökké valóságig ezen a pályán fogsz ragadni. A pálya viszont nagyon jó, tehát rettentően hangulatos, és az is tök jó, hogy mindenki fel tudja venni a lore-ra kapcsolatos sztori szálat, és szépen el tud indulni a játékon belül ezen a szálon, szóval nem csak a PvP fogja úgymond érdekelni, hanem tényleg maga a sztori is, hiszen ott kezdesz, ahol az egész konfliktus elkezdődött. A következő jó dolog, amit kaptunk, az ugye a vault, a mászás, ezt nagyon jól eltalálták a játékba, hogyha PvP-znöd kell, nagyon gyorsan kell futnod, akkor is tök jól működik az egész, hogyha valahova fel kell másznod, akkor is jól működik. Én azt vettem észre, hogy kicsikét nagyobb a távolság az interakcióhoz képest, mint ahogy azt te vizuálisan látod. Például a Reserve-ben van egy hely, ahol direkt úgy van megcsinálva, hogy be is tudjál mászni, és ki is tudjál mászni, és ez miatt a karaktered nem ugrik, pedig a kerítés és te közted bőven van egy olyan méter távolság. De persze a Vault-nak is megvan az árnyoldala, mégpedig az, hogy az emberek mindenhova be tudnak bugolni, hogyha elég időt szánnak rá. Zárt ajtók mögé, falak és sarkoknál is át lehet mászni vele. Ugye biztos rengeteg a videót láttatok, hogy resorton belül az összes zárt ajtós szobába be lehet mászni ugye az ablakokon keresztül. Ezt sajnos most is jelenleg meg lehet csinálni. Nem volt azóta semmilyen bugfix, és a BSG nem tudjuk, hogy ezt mikor fogja egyáltalán javítani. És vannak olyan pletykák, hogy ez miatt az embereket amúgy bannolják. Ha meg is történik ez miatt a bannolás, mert ugye van egy hivatalos közleménye a BSG-nek ezzel kapcsolatban, mármint azzal kapcsolatban, hogyha valamilyen exploitot használsz ki, hogyha például bemászol egy ilyen helyre, és kilútolod az egészet, és ezt mondja felrak a flea marketre, és erről még csinálsz egy videót, akkor ne lepődj meg rajta, hogyha kibanolnak a picsába. Mert tényleg a, úgymond a bugot használtad ki. Viszont csak az, mert bemászol egy ilyen helyre, mert megnézed, hogy be lehet-e mászni, vagy hasonló dolgok, azért nem fogsz kapni egy ilyen permabant, és nem fogod elveszíteni az EOD-dat, max ilyen 1-2 hetes bant fogsz kapni, de nem azt mondom, hogy csináljátok, csak azt mondom, hogy na azért nem kellett annyira fosni. Az viszont egy másik kérdés, hogy a BSG szarul csinálta meg, akkor hogyha szarul csinálta meg, akkor miért oszt olyan dologért bant, amit ők basztak el, na mindegy. Reméljük, hogy a jövőben ezt nagyon fogják javítani, mert hát így semmi értelme nincsen a kulcsoknak például a resorton, mert bárhova be tudsz mászni, de nem csak ez a legnagyobb probléma, hogy be tudsz mászni ebbe a szobákba. És ugye Streets of Tarkovon ott van a Market Room is, hát minden kör arról szól, hogy a scav playerre próbálnak oda bemászni és kimászni. Szóval, ha tényleg mindenkit bannolnának ez miatt, akkor már tele lenne a Twitter és a különböző fórumok azzal, hogy mindenkit lebannoltak. És ha már szóba jött a Streets of Tarkov, akkor itt is kaptunk egy kis újítást a mappal kapcsolatban. Ugye azon kívül, hogy bent van a BTR, arról majd beszélünk egy picikét később, de a lényeg az, hogy a pályát is bővítették egy picikét, kaptunk újabb tereket, kaptunk újabb épületeket, ahova be lehet menni. Kaptunk egy teljes részt fent északon a kardinálos kijáratnál, itt igazából egyetlen egy patika van, ahova be lehet menni lootolni, a kocsikban, zömökben amúgy semmi loot nem található. Lent délebbre a főúton kaptunk egy banképületet, ahova be lehet menni, rengeteg sok defo bag van és különböző húzós fiókok, szóval mindenképpen érdemes ide bejönni lootolni.
Pányvútól jobbra található egy új rész, itt található az akadémia, meg két darab garázs, amiben bele lehet menni. Az akadémia rész érdemes áttúrni, főleg azért, mert az emberek nem tudják, hogy ez itt ki van nyitva. A másik pedig az, hogy tele van duffelbaggel, különböző konténerekkel, és van egy zárszoba is, ahova jelenleg nagyon olcsó a kulcs, és érdemes mindig bemenni, mert itt már találtam bitcoint, lion-t és mindenféle finomságot. És lefele a kis utcán, a mozi fele kaptunk két helységet, ahova be lehet menni. Az egyik az egy klubhelység, amihez kell egy kulcs. Itt igazából nagyon nincs bent loot, a lényeges része az, hogy lesz majd egy küldetés, ami miatt be kell ide jönnünk, szóval ezért is kell majd a kulcs. A másik pedig a sarki épület, ami eddig zárva volt, most már be lehet menni, ez egy fancy épület. Kevés loot van, de amúgy eléggé hangulatosan meg lehet csinálva az épület. A lényeg az, hogy most már ide is be lehet menni. És ugye van nekünk a BTR-i streetsen, ami jár folyamatosan a mappon, körülbelül 2,5 percig áll meg egy pozícióban, utána megy a következőre, itt láthatjátok a térképen, hogy mik azok a pontok, ahol megáll, és ezek azok a pontok is, ahova, hogyha te kéred, akkor ugye kiraknak. És ezzel kapcsolatban kaptunk egy buffot is, miszerint ugye van három lehetőség a BTN-nél, az egyik az, hogy elvigyen téged A-ból B-be, a második pont az, hogy megvigyen téged maga a BTR, tehát lelője azokat, akik ellenségesek. A harmadik pedig az, hogy ugye cuccokat rakhatsz be a BTR-ba, amiket elszállítanak neked a stashbe. Na már most minél jobb a scavre pod, annál nagyobb területre tudsz bepakolni cuccokat, szóval később már eléggé keményen bele lehet pakolni akár az egész lootodat, és mehetsz tovább bandázni a többiekkel. A következő jó dolog, amiről kevesebb beszéltem az előző videóban, az ugye a magazin preset. Itt elég egyszerűen arról van szó, és úgy tudjátok ti is a legegyszerűbben használni, hogyha maga a loop részre beraktok két különböző golyót. Ugye, hogyha egy darabot raktok be, akkor innentől kezdve ez azt jelenti, hogyha elmentitek a presetet, és máskor használjátok egy táron, akkor ugye ebből a két golyóból fogja feltölteni a tárat, tehát egy olyat fog belerakni. És így például belerakhattok egy darab páncéltörőlőszert, egy darab húslőszert, és hogyha mondjuk SMG-vel játszatok, és úgy is túrni kell, és tudjátok, hogy nem lesz fejes, hanem valahol majd el fogjátok találni, akkor úgy nagyjából az összes golyónak lesz értelme, ami épp be fog találni. A Hideout-ban pedig megkaptuk a Hall of Fame-et, ami egy vitrin, arra van legfőbb kép, hogy még több helyet tudjál spórolni, hiszen be tudod ide rakni például a Bronze Lion-okat, a különböző macskás szobrokat, meg mindenféle szart, amit így nem kell azért tartogatnod, hogy majd később lead a küldetésben. A lényeges része az, hogy a harmadik szinten, hogyha dogtageket raksz be, akkor ugye kapni fog 100%-ot a különböző skillekre, hogy azok gyorsabban növekedjenek. Itt nagyon alacsony számról van szó, és minél nagyobb szintű dogtageket pakolsz be ide, annál nagyobb százaléka fogja adni ezt a pluszt. És nagyon kíváncsi leszek még, hogy a BSG mit fog kitalálni erre a két helyre, mert itt láthatjátok ti is, hogy mi van még két plac. Kíváncsi leszek, hogy ide mit tervez a BSG-be rakni. És ennyit röviden a jó dolgokról, most jönnek a rossz dolgok, és oh boy, ez egy nagyon hosszú lista lesz. És nem akarok nagyon sokat rendelni, mert nem ilyen contentet szeretnék csinálni. A BSG-nek egyetlen egy mentsége van, hogy ilyenkor vannak a szabadságok, és tényleg kevesebb ember dolgozik, de az, hogy ennyire nulla a kommunikáció a játékos bázissal, az megbocsátatlan, hiszen tudják jól, hogy mennyi bug van, tudják jó, hogy mennyi bugot tudunk kihasználni, és azt is tudják, hogy mennyi csaló van, és mennyi új csalás jött be a játékba, és nem tudnak kirakni semmit Twitterre, legalább annyit, hogy tudják, és igyekszenek, vagy bármi ilyesmi. A legutolsó dolog, amit Twitterre kiraktak, ez egy ilyen kibaszott kacsás mém volt, oké, hogy aranyos meg minden, de baszki, közben a játék meg teljesen játszatatlan. De kezdjük először a bugokkal. Ugye ott vannak az armorok, amik igazából nem ott vannak, mert nincsenek armorok. Teljesen 50%, hogy amit felveszel magadra armort, az most át fog engedni a golyót, vagy nem. És ez nem csak az armorokra igaz, hanem magára a hitbox részre is, tehát valamikor az embernek nincs ott a feje. Tehát hiába lövött fejbe, a golyó átmegy a fejét. Az armoroknak tényleg, tehát hiába bármilyen plétet használsz, tök mindegy. Hogyha éppen olyat gondol a játék, akkor konkrétan a 4-es armort ilyen lófasz lőszerekkel is átlövik teljesen, és meghalsz mondjuk egy sima chest lövésbe. Itt például ebben a videóban láthatjátok, hogy a Skev
hátba lövi a 4-es armoromat egy sima backshottal és megöl Chesten, mert egyszerűen a játék ignorálta az, hogy rajtam 4-es armor van. A Skeviairól ne is beszéljünk, valamit megint csináltak velük, és konkrétan pixelen észrevesznek téged. És pixelen olyan pontosan lőnek olyan helyekről, hogy egyszerűen nem látod, hogy honnan jön a lövés. Mert ugye sötét a játék, sötét a pálya, és a Skev az meglát téged Strongholdból, fent az áramhúzósba, a vastag üvegfal mögött, hogy te ott googolsz. Tehát egyszerűen ilyen God módba tudnak néha kapcsolni a Skevek, és olyan fordulásból lőnek rád, hogy összepisíled magad. Értitek, hogy mi a gondom ezzel a játékkal? Ugye az armor hitbox és a rendes hitbox hiánya miatt a lőszerek sem érnek jelenleg semmit, mert valamikor ugyanazt a skevet meglövöd egy lőszerrel és belehal, máskor pedig 4-5 lövés kell neki, hogy végre megpusztuljon. És rengeteg sok bug visszajött ugye, például ugye a zseblámpás bug, az nagyon régi barátunk, hogy átvilágítanak ugye a falakon, akkor hogyha tüzelnek alattad vagy fölötted, akkor annak is átlátszódik a fénye, akkor ugye a hangok megint teljesen tönkre mennek, tehát valamikor vagy van, vagy nincs, és van például itt ebben a videóban teljesen hangtalanul bejön hozzám a srác, nem lehetett hallani, hogy a folyosóra feljön, vagy egyáltalán, hogy bármi. És ugye vannak különböző beállítások, meg módszerek, hogy hamarabb meglásd az ellenfeledet, meg hogy messzerre láss el, hogy a textúrákat betöltse, meg hasonló dolgok. Bullshit az egész. Tényleg, jelenleg kapcsoljatok ki mindent teljesen. Húzzatok le mindent, lovra is úgy játszatok, mert egyszerűen feleslegesebb idős és energiát rakni, mert egyszerűen olyan dolgokat megcsinál a játék, fél méteren belül nem töltenek be például textúrák, vagy jönnek elő. Ugye arról nem is beszélve, hogy mondjuk távolabbi textúrák teljesen nem töltenek be, vagy teljesen új textúrák jelennek meg, amiket még életemben nem láttam például itt Customs-on. És nem csak a textúrákkal van probléma, hanem a playereknek a karakterével. Itt például a Factory-n harcolok egy sráccal lent a föld alatt, és egyszer csak eltűnik a srácnak a karaktere, és csak a torkolla tüzet látom. Mi? Láttátok azt? Január 12-én a BSG kirakta, hogy lebanolt a 11.000 playert, és ennek kb. A 10-szeresét kellene még lebanolni, hogy legalább észrevegyük azt, hogy kevesebb cheater van, mert rengeteg cheater van a játékban. Ezt a 11.000-et észre se lehetett venni. Körülbelül minden meccsben van egy cheater. Január 1-én bementünk Labs-re, tényleg az első Labs-et mentünk be, és egyből egy cheater megölt minket, és utána egy nap múlva kaptuk is az értesítést, hogy ki lett bannolva. Rengeteg sok cheater van, folyamatosan beléjük akadok, és nem kell messzire se menni. Nem kell anti-cheat program se ahhoz, hogy lássad a cheatereket. Ugye amióta a profilokat le lehet csekkolni, ami megjegyzem amúgy nem mindig reálisan mutatja az adatokat, mert ugye vagy rosszul jeleníti meg, vagy egybe rakja ugye a Skev stattal, így értelemszerűen kijöhet egy 80-90%-os survivor rate, szóval ezt is azért kalkuláljátok bele, hogy ez is benne van a dologba, de persze rengeteg sok gyanús player van, akiket, hogyha megnéztétek a profiljukat, utána például a listán is rajta voltak, ez tényes való, hogy
ez egy jó dolog arra, hogy mondjuk a cheatereket jobban ki lehessen szűrni. És nem kell messzire mennünk, hogy cheater találjunk, elég, hogyha felmentek a flea marketre. Az első héten már voltak 170-180 repus playerek, ilyen level 15 meg 20 közötti playerek, akik tényleg megint ilyen bődületes mennyiségű pénzt átforgattak egy hét alatt a flea marketen, ami lehetetlen, tehát ilyet nem lehet csinálni. Akkor ott vannak a még pofátlanabbok, például ez a srác, aki Zriacsinak a maszkját árulja, nem egy darabot, és a BSG nem csinál semmit? Hiába reportolod itt, nem történik semmi. És ha jelenleg bementek a raidbe, akkor pedig három dolog történhet. Egy, ugye a script még mindig bent van, amit lehet használni, hogyha ezt a scriptet a configba berakod, akkor ugye az összes ajtó kinyílik a pályán, ami ugye zárhatós. Reserve-en szoktam kevezni, 10 raidből 5-ször nyitva van a market room, úgyhogy tele van loot-tal, mert úgymond tele van loot-tal, hogy nincs benne értékes dolog, mert azért eljött volna a cheater, de hogy azért vannak benne olyan értékes dolgok, amiket elvittem volna, és mellesleg ugye az egész épületnek a többi része teljesen érintetlen, tehát nem nyújt hozzá se a defőbekhez, nincsenek kinyitva az ajtók, szóval értetek, ezt valaki kinyitotta. És ugye ilyenkor az armory ajtó is ki van nyitva, ott is tele van loot-tal, meg ugye a market room is. A második ugye a klasszikus csalók, tehát bejönnek, aimbot, ESP, hasonló dolgok, üti a falat a gyerek a falon keresztül, mert tudja, hogy ott vagy, egy darab mozinnal egész interchange-et megbassza, meg hát hasonló finomság, ezekkel ti is találkoztatok, ezek ugye a klasszikus csalók. A harmadik pedig a teljes pofátlanság, amit a cheaterek csinálnak. Ugye most megint visszajött egy régi csalás, az a neve, hogy Magnetic. Itt semmi dolga nincsen, a raid elején bejössz, a filterbe beadasz szépen azokat az itemeket, amiket te szeretnél, és innentől kezdve a játéknak ez behúzza szépen a saját kis inventoritba, és semmit nem kell csinálnod. Szépen a játék elején az 2 perc alatt kipakolod az egész mappot, és már mehetsz is ki. De a cheaterek itt nem álltak meg, most már ott tartunk, hogy konkrét textúrákat tudnak kivenni, tehát objektumokat tudnak kivenni a játékból. Például itt van ez a kép, ahol ugye egy táskát rakott bele a strác, és ez már nem új keletű, mert ezek voltak előző vibe-okban is, hogy a konkrét konténereket tudják összepakolni és berakni a saját stashükbe, és például volt egy interchange-ünk, ahol nem voltak számítógépek, mert a cheater nem a videókártyát vitte ki, mármint nem a videókártyát vette ki a számítógépet, hanem vitte az egész számítógépet, ami amúgy egy okos megoldás. És a legszomorúbb az, hogy ezek a csalások, főleg ugye a Magnetic, látható, tehát ott van konfigon belül konkrétan fut végig a parancsor, hogy éppen milyen itemeket mozdított el a helyéről. És ugye az, amikor meg konkrét mondjuk egy számítógépet kiveszel és beleraksz az inventoritba, ezek olyan developer eszközök, amiket a BSG-nek egyszerűen nem szabadna engednie, hogy használjanak mások. És nem csinál a BSG semmit, szóval egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen szinten hagyják, hogy megalázzák a saját játékukat. És igen, érthető, hogyha ezek után az embernek elmegy a kedve a játéktól, nekem is elment, inkább játszok valami mással. És gondoljatok bele az új playerek, akik megveszik a játékot, vagy megvették az EOD-t, és itt az új vibe, végre játszunk, és ezt kapják a pofájukba, egyszerűen hihetetlen. Én személy szerint 5 percenként szoktam frissíteni a Twittert, hogy hát ha a BSG kirakott végre valamit. Most is miközben ezt a videót csináltam, még frissítgettem, hogy hát ha valami jó hírt el tudok mondani itt a videó végén, de semmi. Ugyanúgy a kacsás mém az utolsó, ami kint van, szóval ennyit kaptunk, srácok. De tényleg remélem, hogy előbb-utóbb a BSG valamit fog csinálni, mert ja, ez így eléggé kellemetlen mindenkire nézve. És tényleg azt tudom még mondani nektek, hogy légy szíves, ne csaljatok. Tehát, hogyha valaki csalásra vetemedik, ne csináld, jó? Tehát kérlek. És az összes csalónak meg azt kívánom, hogy szarjon sünt, de ja, röviden ennyi. A videón pedig eddig tartott, én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, ha pedig bármi kérdésetek van, akkor Discordon, vagy itt kommentben bármikor írhattok, és ja, a legfontosabb dolog, hogy találkozunk a legközelebbi videóban, addig is jók lehetek, sziasztok!